Sziasztok, sziasztok! Képzeljétek el, hogy előbb itt beöltöztem, mert kis kerti munka fog következni. És itt a tavasz, legalábbis teljesen olyan idő van, hogy számomra a tavasz az a, az egyenlő, hogy amikor kilépek a házból, akkor ilyen meleg szellő csap meg, és most tipikusan az az idő van, és nézzétek, milyen gyönyörű minden. Na hát, itt látjátok fölöttem a lugasnak a megmaradt darabjait. Ez kétszer összedőlt az elmúlt időszakban, és most pedig elkezdem csípkedni lefelé azokat a szőlő ágakat, amik fel vannak erre az oldalra, illetve a tetejére futtatva. Csak ezt az egy csíkot hagyjuk így meg ebbe a egy méteres magasságba, tehát ez már itt nem maradhat meg. És akkor le lesz majd ez itt flexelve, és a tetejét is leszedjük, ezt is itt végig lebontjuk, ezt itt kiássuk, és valahogy így kicsit átláthatóbb, letisztultabb lesz ez a bejárati rész. Sokáig úgy volt, hogy újra fogom építeni, de most úgy döntöttünk, hogy egyelőre hagyjuk a fenébe, és így üresen lesz ez a rész. Úgyhogy kihozom a létrát, és akkor neki kezdünk, szépen szedegetjük széllyel. We'll be right back.
mára ennyi. Amint látjátok, itt összevágtam minden egyes szőlő tűke darabot, illetve ágat, és ezeket a vascsöveket is feldaraboltam. Jó lesz ez még egyébként, majd itt építek kerítést, úgyhogy jól fog jönni. Most egy kicsit olyan átláthatóbb itt minden, olyan nagyobbnak tűnik, hogy nem is tudom, hogy egyből benn vagyok a kertben, hogyha itt kinyitom a kaput. Na ezt a ilyen mellmagasságig érő sort viszont meghagyom, és akkor ez a virágos egy kicsit itt ilyen intimebb, elszeparáltabb helyen lesz. Majd ez is vissza lesz metszve tavasszal, csak most nem akartam megmetszeni, hogy nehogy jobban elfagyjon. Ki tudja, hogy még milyen idő jön. És akkor ezeket a töveket, ezeket meg majd ki kell ásni, mert iszonyatosan szívós a szőlő, úgyhogy ez még simán vissza tudnám erről a szintről nőni. Akár egy-két év alatt. Úgyhogy ki kell ásni, de majd ez egy következő etap lesz, mert kicsit elfáradtam. Megmarad a macskának egy ilyen kis kifutóhely. Ez is majd el lesz innen tüntetve, valószínűleg majd ide a garázs mögé kerül át. Szerintem ide. Valamint kisebb formában valahogy itt lesz majd a helye, azt tuti. Na, úgyhogy kicsit kidolgoztam magam. Na, a macska milyen jól érzi magát. Majd ez így köszönjön a nézőktől. Jól van. Na, sziasztok! Oops.